Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, és most nem a stúdióból jelentkezek, a bécsi stúdióból, hanem itt vagyok Fertődön egy erdőben, Tislér Diánával. Szia, Dia! Hello, hello! Jó, most így köszöntem neki, Dia, mi már reggel voltunk madárlesen. Igen. Mi már kapcsolatban vagyunk, és ezt a madárlest már szerettük volna összeszervezni. Adódik a kérdés, hogy neked a madárles az miért lett főhivatás? Azért, mert mindig is szerettem a természetet, ez azért korábbról jön, gyerekkorból. Édesapám vadőr a Bakonyba, édesanyám szakács, ebből jön az, hogy tudom, hogy mi a finom, és igazából a vadászturizmusba belenőttem. És természetvédelmi mérnökként diplomáztam, nem is olyan messzire innen, ugye a Soproni Egyetemen. Válaszolva a kérdésedre, azért, hogy mindenki lássa, hogy milyen szép a Fertőtáj, és milyen értékes természeti környezetünk van. Nagyon szép dolgokat láttunk, persze volt köd, akkor megijedtünk, hogy fogunk-e valamit látni, de végül láttunk, így 3-4 nevet említs, meg nem a latin nevet, meg nem volt latin, nem volt latin nevezés, hogy miket láttunk, és miért volt szerencsénk, vagy nem szerencsénk, hogy láttuk. Igen. Hát ugye a programunk elején már fogadtak minket a tengericék, ugye ahogy kezdted is, hogy egy eszmedlen nagy köd volt, nem is láttuk a tavat, de még bementünk az első kilátóra, láttunk a bogáncsokon tengericét, ugye németül ezt Distelfinknek hívják, és nagyon találó is ez a név, mert bogáncsokon éppen fogyasztottak, egy csodálatos madáron van szó. Igen, egyébként próbálom ugye, ahogy hallottátok a meséket, vagy egyéb történeteket, legendákat hozzákötni, hogy miért is úgy néz ki, ez egy nagyon különleges madár. Akkor láttunk gulipánt, aki nagyon köthető ehhez az élőhelyre, konstrukciós területhez, ahol ugye vízibolhákat szüröget ki, Zébelsnébler németül, ugye ilyen szürögető csőre van, a neve, a magyar neve meg arra utal, amilyen hangja van, ugye guli-guli-guli, illetve nyári ludakat. Mostanra most már nyári ludak készülődnek, hogy elrepüljenek. Egy részük viszont itt marad, úgyhogy ezek eléggé jellegzetes állatfajok, meg hát ugye a vándorlás beindult, és hát most itt lehetne még sorolni, de 3-at kértél. Nem sokára Dia fog hozzánk jönni és előadást tartani, hogy milyen tematikát gondolsz magaddal hozni, miről fogsz majd előadást tartani nálunk? Mindenképpen a fertőtájról komplexitásában szeretnék majd mesélni, ugye erre is építettem a vállalkozásomat 2016-ban, hogy a természet nem ismer határokat, és való igaz, tehát itt nem csak arról van szó, hogy határon átívelőek a programjaim, mivel 2015-ben elvégeztem első magyarként a túravezető tanfolyamot a Noisy a Zévingen National Parknál, hanem arra is vonatkozik, hogy akármennyire is beleszólunk a rendszerbe, mert azért ezt talán ma ti is láttátok, hogy akármennyire formálja is az ember a környezetét, mégis megtalálja a természet a számításait, és mennyire burjánzik, és mennyire változatos az, ami a szemünk elé terül. Erről mindenképpen beszélni fogok. És ez nincs olyan messze Bécstől. Tehát, hogyha így veszük, hogy a legnyugatibb Sztyeptó partján élünk, és itt van a Lajta a közelben, sőt, itt van egy nagyváros, sőt, nem is csak a Bécs, hanem Pozsony is, azért nagyon izgalmas, hogy minden itt van közel, és sokan például Sopronból is rácsodálkoznak, hogy jé, hát milyen fajgazdagság van itt a Nemzeti Parkban. És ha azt mondom, hogy Nemzeti Park, akkor a 2 Nemzeti Parkról beszélek, ami egy egyébként határon átívelően. És én is szeretem a természetet, és reméljük ti is, és te nem csak ezt a régiót járod, hanem a Bakonyba is túrákat vezetsz, hogy még mi tartozik a te szakterületedben, merre szoktál még járni, merre vagy még aktív? Bakonyból származom, Bakony-Szent Királyon nőttem fel, és igaz, a pandémia egy picit beleszólt ebbe a tervezési folyamatba, de most arra már mondhatom, hogy szépen épülget ott is a vállalkozásom, csapatot építek. Remélem ez szépen a jövőre való tekintettel ez egy kicsit gyorsabban fog haladni, mert ugye egy szemléletformálásról van szó, a természet szeretetre érzékenyítést tűztem ki célul, és miért? Hát azért, mert a természet részei vagyunk, és azt látom, hogy az emberek, mi nagyon-nagyon el vagyunk távolodva, és nem tudjuk, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek, közben csak követjük a klímaváltozást, közben mi vagyunk az okozója. Egy kicsit ezt a személyes felelősségvállalást felébreszteni, hogy ne higgyük el azt, hogy csak a nagy multi és nagy államok, vagy nem tudom, nagyobb részvényesek tehetnek valamit a föld változásáért, hanem igenis mi is, hiszen most már majdnem 8 milliárdan vagyunk a Földön, És hiszek abban, hogy lehet ezt kicsiben elkezdeni, és egy picit példát adva az embereknek. Például itt kérdezted, hogy mi az, amit még csinálok. Ugye természetismereti tábor szerveztem idén gyerekeknek. Jövőre már követelik tőlem a 2 természetismereti tábor, sőt a szülők is, hogy valószínűleg lesz felnőtt táborom is jövő nyára, mert ugye ezek a felnőttek nevelik ezeket a gyermekeket, és nekik meg kell tanulniuk, hogy hogyan, ha változik már a természet, és látjátok, te is gondolom látod azt, hogy nagyon hamar változnak a dolgok, és ezeket meg kell tanulnunk, hogy hogyan kezeljük, hogyan készüljünk fel, például itt most a szárazságra, amikor nagy esőzések voltak, vagy hogyan készüljünk arra, hogy itt volt például a parlagfű esete, ez Magyarországon ugye ez egy elég kardinális kérdés. Ugye ez a folyamatos fűnyírás, én ezt csak népbetegségnek hívom, tehát egyszerűen, ha nagyon sűrűn nyírjuk a füvet, akkor sajnos a parlagfű is él ezzel a lehetőséggel, hamarabb ki tud csírázni, és ez minden mindennel egybefügg, de közben a parlagfű nem olyan rossz növény. Itt volt például a pandémia, én például a parlagfű cseppeket fogyasztottam, és nagyon egészséges. A programokba igyekszem bekapcsolni a helyi vállalkozókat is, mert ugyebár ez is környezettudatosságra nevel. Tehát például lovaskocsikáztatók, vagy a helyi vállalkozókat, akik biciklit bérelnek, vagy például akik kóstoltatnak, helyi termelők termékei, vidék minősége, védjegyes tag vagyok. Társaimmal együtt próbálom őket így egy kicsit bevonni ebbe, akár legyen a sajtról szó, vagy kenyérről, lekvárról, szörpökről. Most nagyon sok nevet lehetne említeni, de inkább nem mondom, mert valakit kihagynék, és az nem jó. De a lényeg az, hogy ha valaki ide jön hozzám egy túrára, akkor ezeket megkóstolhatja. Például most volt múlt hét szombaton, teljesen friss az élmény, egy olyan program, hogy bementünk egy sörfőzdébe, utána pedig kimentünk így a természetbe lovaskocsival, egyet piknikeztünk, tényleg az a terülterű asztalkán, helyi termelők termékeiből, akár a piacról frissen szombaton vásároltam hegykön a paradicsomot, a szilvát, a körtét, a minden, és ja, meg a szezonalitás, ez is nagyon fontos. Ez is egyfajta szemlélet, mert ugye nem kell messziről szállítanunk a termékeinket, és akkor tudod azt, hogy mit eszel egyrészt, 2 pedig nem terheled a természetet, nem olyan nagy az ökolábnyom. És egy kicsit ezzel a programokon keresztül, ha bár jól érzi magát a vendég, de mégis van egyfajta tanítás. Tehát én mindig szoktam mondani, hogy én nem szeretném az embereket elengedni üres kézzel, hanem egy kis magot vagy egy kis tarisznyát adva, akár képletesen is, hogy igenis érdemes figyelni arról, mi van a saját környezetünkben, mert ugye nem mindenki a közvetlen környezetemből érkezik, de hogyha hazamegy, akkor magával viszi ezt a szemléletet, ezt a gondolatiságot, és akkor szerintem sok mindent tehetünk a környezetünkért, és a természetért is, és saját kertünkből akár, tehát nagyon sok mindent lehetne még erről mesélni. Környezetvédelemről beszéltünk, természetszeretetről beszéltünk, de ez egy rövid műsor volt. Ha még több mindent szeretnétek Diának az aktivitására megtudni, minden link Instagram, YouTube ott lesz a videó leírásába. Én is környezetvédelemmel foglalkozok, több adásom szól a környezetvédelemről, szerintem se lehet elég sokszor beszélni erről, ti is tájékozódjatok. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, hogyha Diáról még többet akartok, akár személyesen megtudni, ha is a Bécsben éltek, akkor gyertek el az előadás, ami szeptember 26-án lesz, vagy gyertek el madárlesre, minden információt ezzel kapcsolatosan a videó leírásában. És tényleg szuper az a távcső, tehát sok-sok izgalmas dolgot láttunk mi is, szóval jó szívet tudom ajánlani. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Dia, vigyázz magadra, és szép napot kívánok! Köszönöm szépen még egyszer! Sziasztok! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Sziasztok!